Üdvözlök mindenkit, sziasztok, Csabinyó vagyok, folytatjuk a Cube 2-t. Bezany, de nagyon. No, úgyhogy szóval akkor mindenkit tényleg üdvözlök, gyerekek. Cube, tehát még egyszer, szóval a Cube 2 következik, ugye a legutóbb a kb. A felénél hagytam abba ezt a játékot, és egyre nehezennek a feladatok. Hát aki esetleg nem látta, az majd, hát most már ne, de utólag majd nézze vissza mindenképpen. És hát akkor itt is vagyunk. Hát ugye, új játék folytatás, blablabla. Tényleg, várjunk, chapters. Igen, ugye, 5 chapteren vagyok túl, állítólag 11 van. Vagy várjunk? Ó, nem, akkor 6 chapteren vagyok túl, vagy a 6-ban vagyok, nem tudom. És, de várjatok már, itt sokkal több van, mint én gondoltam. Na jó, majd meglátjuk, hogy ez hogy fog alakulni. Kíváncsi leszek. Mikor is lesz a Beast Inside? Na gyerek, akkor gyorsan live elején akkor elmondom. Szóval, ugye most másfél óráig Cube 2 következik. Hát, hogy bele fog-e férni a teljes kijátszás ebbe a másfél órába, azt nem tudom. Aztán lesz egy 10 perces szünet. Aztán a 10 perces szünet ugye úgy lesz, hogy 6 és fél perc lesz itt a vége. Utána lesz egy új live csinálva, tehát nem ez a live lesz folytatva azzal, hanem egy új live lesz csinálva, mert be kell állítani az OBS, stb. És azután következik a Beast Inside, szintén másfél órában, úgyhogy körülbelül olyan fél kilenckor fogunk végezni. Viszont akkor folytatás, gyerek is, kezdjük is el, ne húzzuk az időt. Teljesen fölösleges. Júj, hát egy hete játszottam ezzel a játékkal. Nem, dehogy is egy hete, hát vasárnap volt. Igen, csak most megtévesztett az, hogy izé. Már szerda van, de hát nem szerdán volt, hanem vasárnap. Na szóval, igen. Pontosan itt tartottunk. Ötödik fejezet komplikált. Na, akkor itt vagyok az ötödik fejezetben. Ugyebár, és akkor itt megint csak egy kapcsoló van, ami egy futószalagot mozgat. Na de most legalább látom, hogy futószalag, nem úgy, mint az előző live-ban. És egyébként... És akkor persze... Aha, hát ez egyszerű lesz szerintem... Várjunk csak! Nem, oda nekem föl kell jutni. És akkor valószínűleg... Várjunk csak! Szerintem úgy kell, hogy kell tenned egy pirosat. Föl kell emelni. Ide kell majd egy zöld kocka, ugye ki kell emelni innen a zöldet. És akkor, szerintem azt kell csinálni, hogy ezt a zöld kockát föl kell lökni oda. Gondolom én, hogy oda neki. Aki most jött, annak üdvözlet, senki semmiről nem maradt le az első feladvány ebben a live-ban. Ja, és hogy ott is van cucc, várjál, azt nem is vettem észre. Aha, jó, hát próbáljuk ki azt, amit gondoltam. Ja, azt a pirosot majd el kell tüntetni, ugye a középső egérgomban lehet. Na, nézzük! Elmegy a legvégére. Gondolom, hogy odáig kell tolni. Szerintem. Ja, és nézzük! Á, hát nem. Akkor... Akkor van egy olyan... Esetleg egy olyan sejtésem... Aha, megvan, gyerekek. Megvan. Ide a pirosat. Kiemeljük, oda a zöldet. De ez nem fog ráesni, mi? Várjunk, azért próbáljuk meg hátra. Hát persze, hogy nem. Na várjunk. Tehát, ha én most ide jövök egyébként, akkor engem elfúj. Aha, lefúj. Lefúj innen. Jó. Tehát akkor nekem oda mindenképpen... Várjunk, ez amúgy kinyílik? Tehát, hogyha ide jönnék, akkor ezt én szét... Igen, ez ki fog nyílni. Tehát oda mindenképpen egy kockát kell eljuttatni, ami kinyitja nekem azt a kaput. Várjunk, és hogyha erre állok, az is mozog? Az nem mozog, persze, hogy az nem mozog. Miért mozogna? Viszont akkor... Akkor viszont egyszerű. Oda zöld. Igen, akkor oda a piros. A zöldet kihúzzuk onnan. És majd el kell tüntetni a pirosat. Ja, de hülye vagyok, hát az nem megy sehova. Akkor viszont... Mi lenne, hogyha úgy csinálnánk? Ugye a zöld kockát, tehát valahogy ezt hiszem, hogy föl kéne emelni pirossal, ugye? Rá kéne a kockát valahogy tenni. De akkor viszont a következő van, ezt most eltüntetem, azt visszahúzzuk. És akkor úgy kéne, hogy amikor a zöldet... de hát ez egy hülyeség, ez nem fog összejönni. Várjunk. Nem. Nem. Tehát... Nem, mindig rossz fele. Ja, nem tudok egyből rákattintani a zöldre. Ez meg így nem jó. Nem jó.
Aha, így! Ez az! Behúzzuk, és most ki. De nem, túl késő. Nem! Pocs. Na tudom, szeretek ott. Nem, megint. Na talán, hát nem tudom mennyire jó ez így. És akkor most kéne fölemelni itt a pirosat, nézzük. Aha, ez eddig jó. Jó, csak most az a gond, hogyha beér... Hát próbáljuk ki. El fogja fújni. Aha, egyből elfújja. Akkor ez így nem nyer, de pedig ez valahogy így kell. És egyébként ezt nem tudom valahogy elmozgatni, ezt a cuccot valamivel. Hát szerintem rohadtul nem. Na, aki most jött, akkor annak megint csak üdvözlet, és akkor srácok, egyébként nyugodtan elfogadok tanácsot, tehát játszhatjuk ezt együtt is, mert most egy picit el vagyok akadva, egy picit kapásból az elején, úgyhogy ügyes vagyok, na szóval, de az biztos, de, tehát szerintem a pirosat, azt mindenképpen ide ki kell húzni. Azt a kockát rá kell tegyem, szerintem, várjunk, igen, igen, jó, eddig jó, de most akkor... Ó, esetleg várjunk. Mi van akkor? Mi van, ha ide teszek egy kéket, és mondjuk ellöki valahova? Szerintem ez egy marhaság. Nézzük. Ezt én most komolyan gondoltam. Na jó. De ez így nem jó. Semmiképpen nem jó. Lent emeld fel a piros kockát, és fentről engedd le a zöldet. Utána állj rá a nyomógombra. Micsoda? Tehát emeljen fel a piros kockát, jó? Fentről engedd le a zöldet, utána állj rá. Hát most ez így van, de akkor el fogja fújni. Vagy ne... vagy... Na várjunk. Állj, fúj! Hát az, hogy én is buta vagyok most ehhez, legalábbis ez a rész, ez biztos. Gyerekek, várjatok, tehát... Ott fönt vezet egy kábel, de nekem most ugye az a kábel, tehát most nekem az a lényeg, hogy a feljussak, és azt a kábel tudjam követni, tehát nekem az a kábel most még nem kell. Most még itt kell vagy tovább vinni. Egyébként ez megint olyan feladat, hogy szerintem sokkal egyszerűbb, mint az ember először gondolná, és... Jaj! Várjunk! Várjunk, oda a piros, ki a zöld, ez vissza, igen, oda a piros. Nem kell a piros, tolni, tessék. És ezt így felemelem. Most oda tette a izét. Jaj, megvan! Vagy nem? De megvan! Megvan, 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 megvan! Ide piros helyére kell a kék, hogy majd elpattanjon a kocka oda. Persze, 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 persze. Szóval... De addig ide kell egy piros. És ide kell most a kék. Igen. Így nem fogja elfújni. Aztán majd a piros ki. És már is oda fogja lökni. Igen, és most... Köszönöm! És ezt ugyanígy kell magammal is. Tehát, oda a piros. Ide jövök. Ja, de nem. Nem, mert most ide kell egy... kéne egy zöld kocka. De akkor ez így nem jó. Na várjunk, várjunk. Nekem most oda föl kellene jussak valahogy. Mindenképpen. De... Akkor ahhoz ide kell valami zöld kocka. Valahogy ide el kéne jutatni egy zöld kockát. Mert másképp... Mert másképp nincs, ami ezt a futószalagot arrébb vigye. Mert ugye így meg lefúj ez a... fújós szellőcske. Na szóval... Vagy... De ha hülye vagyok. Hát oda kék. Basszus, kihúzzuk. Igen, fut, 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 fut.
Jaj, nem fut, nem fut, nem fut, nem fut. Na mi van már? Találjál már. Nézd meg. Na szóval, ez így nem jó, mert le fog fújni. Lassú voltam, de ezt így kell megcsinálni, gyerekek. Akkor ezt a kockát én most innen eltüntetem. Azt visszahúzzuk. Oda a kék. Azonnal ki, és már jövök is. Hihi! Ennyi. És akkor most ezt... Jaj, de jó! Annyira jó érzés, amikor az ember rájön erre. Ez az. És már is fönn vagyok. Jaj, de komoly. Udeadom. Be van kapcsolva a gép. Jó, a kábel már zöld is. Napfasza. Ez így jó, és akkor... Gondolom, mehetek is itt ki. De nem erről. Csak föntről tudok. This reactor seems to be fully powered and is sending something back to that machine. I'm gonna check it out. Jó magasról leestem. Na szóval... Még mindig rossz, hogy nem lehet benne futni. Na mindegy. Oké. Okay. És akkor már csak... Nem, akkor ez is meg... Nem, ez a kábel. És akkor már csak elvileg egy kábel van, ami... Vagy várjunk? Most az a baj, nem ez még piros. Most az a baj, hogy nem tudom, hogy hol voltam és hol nem. Mert ugye félbe lett hagyva múltkor. Na várjunk, tehát itt van még egy kék kábel, meg ott is van egy kék kábel, tehát ezeket még valahogy be kéne üzemelni. Viszont ide már nem tudok jönni, ugye innen jöttem ki az imént. Na várjunk csak, mindjárt rájövök én erre. Szóval... Nem. Itt föl kell menni. Na. Vagyis nem, oda kell fölmenni. De hogy erre is tudok menni? Aha. Hűha! Na várjunk! Ott lenn is van egy ajtó, nem? Ott. Vagy az csak egy ilyen izé? Beugró? Hát én most lejövök ide, gyerekek, és oda kéne följutni. Igen, mert az egy gép, nem? Az nem egy gép, de az egy gép lesz. De oda hogy tudok fölmenni? Ez itt a nagy kerre is. Hát erről nem. Jó, visszajövünk itt. Nem tudom, hogy hol voltam, basszus, most ez a rossz az egész, hogy megtéveszt. Gyerekek, várjunk, tehát... Itt van egy kék kábel, ez fölfele megy még mindig. Jó, fölmegyek, teljesen. Jó. De ez meg be van zárva. Ide miért nem tudok bejönni? Mi van itt? Ja, semmi, ez csak a tükör, vagy az üveg, ahogy tükröződik. De most én tényleg hülye vagyok, gyerekek. Hát most nem tudom már merre kell menni. Innen jöttem ki, legalább most azt tudom. Ez zárva. Most menjek ki ott. Nem, hát ez csak visszavisz. Ez csak visszavisz. Oda kéne följutni valahogy. De hogy? Gyerekek. Valakinek valami tipje van, nyugodtan iratjám. Segíthettek. Ez is zárva. Nem emlékszek, hogy hol voltam és hol nem. Már pedig nekem oda, most be kéne valahogy jutnom. Oda. Vagy nem? Nem vágom. Nem vágom. Innen jöttem. De most a hülyeség... Most én most kimegyek a lifthez, gyerekek. Megnézem, hogy nincs-e ott bármi. Mert lehet, hogy most oda már csak onnan lehet följutni. És van egy ilyen kis csavar benne. Na, Ikoli? Mit mondol? Várjunk, jó lesz ez. Eltűnt a kezem. Jó lesz ez. Most mehetek fölfele. Jól van. Basszus, persze. Jó, oké. Megvan.
És akkor most jön a következő fejezet? Szerintem, ja. Vagyis mindjárt kiderül. Szerintem most, amikor kilépek a liftből. Hát nem. Nem, viszont... Emma? Oh. From what I can tell, this machine is powered by a third, and another door connected to it has opened. How fascinating. Okay, Millie, I trust your judgment. Let's see if it actually works as you think when all thirds are powered. I'm on it. Szóval ezt a gépet egy harmadik működteti, ami egy ajtót is kinyit. Várjunk, ez itt mi? Ez most nem... Na jó, várjunk. Ott egy ajtó, ott be lehet menni. Sőt, igazából ez az egyetlen egy, ahol be lehet jönni. És akkor itt most megint mehetek fölfele, igaz? Hát gondolom lefele nem. Lefele megy? Ja, lefele megy. Jó. Persze most fölfele ugye inaktívak azok a lámpák. Na várjál, most megint lementem és megint egy következő terület? Annyira szép. Ez úgy tetszik nekem. Aha, na, hatodik fejezet, törékeny álmok. Another reactor. Let's get this thing powered. Jó, akkor ide. Beindítjuk mindjárt, és akkor ott egy ajtó van. Oda el tudnék menni, de körülnézek. Megnézzük, hogy itt fönn mi van. Egy másik ajtó lesz majd később. De most egyelőre nekem az nem kell, akkor lemegyünk ehhez. Ez az egyetlen járható út per pill. És akkor ez egy újabb rejtvény lesz. Csak először fölmegyünk, lefele megyünk. Csak lefele megyünk. És milyen gyorsan? Most. Na végre. Jó, és akkor lássuk. Wonder what these are used for. Ajajajajajajajaj! Uha, bakker, de megijedtem. Jó, ez lenyílt. Gondolom ezt így is kell hagyni, mert hogy... Teszek ide egy ilyen izét, és felugrok rá. Ja, értem. Várjunk. Ez az! Igen, hát ez gyors volt. Ó, ott a kék-ég megint. Megint szép. Aha. What? Jó, de ez... Ja, mert hogy majd oda kell átjutnom. Vagyis nem. Várjunk. És hogyha ezt most... Lol, de komoly. És ha még egyszer, akkor csak visszafele megy. Jó, akkor szerintem ezt így kell hagyni. Sőt, várjunk. Ezt lehet, hogy... Nem. Erre a másik felére nem lehet át tolni. És ha bal klikkel nyomok rá, akkor a semmi. Uh-huh. Ja, hogy itt vannak tucok, lol. Ezt nem is láttam. Ez van magyarítás. Én meg lefordítottam. Igen, van magyarítás. Igen, Nikoli, de nem baj. A lényeg, hogy a szándék megvolt. Meg hát igazából meg is csináltad. Na és akkor most ezzel át ide. Ne elies! Azt hittem eliestem. Jó, és akkor most ezt vissza kell fordítgatni. Ezt le, és akkor ez az. És akkor most megint ezt. Ez hogy ki van már találva, gyerekek? Ez a univerzális... Nem is tudom mi ez. Hajítógép. És akkor itt vagyunk a következőnél. Ott a kék ég. Na most ott van cucc, meg amott, meg itt megint kapcsolók. Ez megint... Ez errefele megy. Aha.
Ja, hogy ez fölmegy? Aha! Várjunk! Akkor... Nem. Zöld. Zöld. Oda kék. Ezt kiszedjük. Aj, majom. Még egyszer. Így van. És... Ja, most vissza ez, és akkor át tudok rajta mászni. Igen, át ide. Gyerekek, ez baromi jó. Már megint nagyon, nagyon tetszik. Na. Aha. Na most. Ugyanaz. Kocka ki. Ó, és emel fölfele. Értem. Hát ez, gyerekek, ez zseniális, meg van csinálva. Nagyon tetszik. Non tetszik. Szevasz, Marci, vagy Gábor, nem tudom, melyiket használod. Hello. Emma, can I ask you a question? What would you like to know? So many things are running through my mind. I mean, you were sent to destroy that extraterrestrial object, right? I was, as were many. So, how did we develop this manipulation technology? We tracked the vessel for years, since it entered the solar system. Intercepting signals from it, decoding them. We learned about its structure, but not its host. And you use this data to what? Develop this technology I'm wearing? It was going to kill everyone on Earth, Millie. It was an invasion. Sorry. I just need to orient myself. That's all. You've got to admit, this situation is somewhat out of the ordinary. I know. This journey... It's not what I expected either, Millie. Ez érdekes. Ez érdekesen alakul. Na várjunk. Tehát akkor most itt vagyok, itt direkt most megálltam, hogy tudjam olvasni a szöveget. Ez elmegy arra, ez megint ilyen panel, amit lehet így lehajtani. Igen. És itt nem mi van egyébként? Itt semmi. Igen. Jó, na most ezt elhúzok erre. Szerintem itt most megint az kell, hogy ide kell a zöldet tenni. Legalábbis gondolom. Ide a kéket. Válts már lefele, basszus. Ja? Igen, ezt akkor gondolom most vissza. És ez a kocka elvileg le fog esni. És szerintem ide kell a piros. Ezt visszahajtjuk. Rázsik oda. Aha, viszont nekem is oda kell esnem, mert csak így fog tudni fölmászni, ez az. Lehet, hogy a kockával együtt is eshettem volna, na mindegy. Elé, de ez így kell. Ezt biztos vagyok. Na, állok inkább így a szélre. Jó, és akkor most ez mehet oda. Hát ez egyszerűbb volt, mint gondoltam. Jó. Na nézzük, hova kerülök, gyerekek. Az mi? What? Az de komoly. Aha. Értem, ez megint ilyen cucc. Hogy fellök, csak nem elég, nem vagyok elég magas, onnan kényszerűen beleugrani. Vagy vissza az egész. És majd onnan, várjunk. Ja, onnan szerintem. Igen, mert oda, ide kell majd följutni, gyerekek, ide kell följutni. De ahhoz nekem valamit még előtte csinálni kell, mert különben oda nem tudok feljutni. Vagy várjunk? Vagy lehet, hogy ide kéne följutni, és majd onnan kell beleugrani abba a loopba, de akkor viszont ezt el kell forgatni idáig. Sőt, tudja, hogy így kell, nézzétek. Ide jövök, ide kéket. Nem. Várjunk. Oda kéne felugrani, várjunk. Akkor viszont lehet, hogy inkább ide kell tenni a kéket. Igen, és így. Ezt most elforgatjuk. Ide megint kell a kék. Hol állt ez meg pontosan? Ott. Na, akkor ide leszek a közepire. Sőt. Ja, inkább ide. Beleesünk. És megvan.
Ez az. Na nézzük! Na itt aztán van mindenféle panel, az arra hajlik. Ez lefele, ez meg erre, és... Hát ez kurva jó! Nagyon tetszik! Igen, és akkor ugye szépen... Ide, ez az. És akkor most melyiket hajtsam be? Nem! Na hát tudtam, hogy rosszat fogok. Mert az kellett volna, ja. Na. Meg is van. Jó. Viszont nekem még följebb kell mennem, szóval... Várjunk csak. Itt ilyen kidobóka nincs. Na, ezt most elhajtom akkor idáig. Hát ez így nem jó. Aha. Szóval vissza ide. Nem. Ah, nem jó, várjunk. Na még egyszer, tehát ide jövök. Igen, ezt most lehajtom. Na most, ez gyerekek, ezt most ki kell találni. Hogy ez hogy legyen, mert ez így. Mi van, ha ezt most megnyomom? Oh! What? Aha! Na! Nem pont erre gondoltam, de megvan. Ezt most visszahajtjuk. Azt meg ott le. Ezt most megint föl. És már át is jövök. Nagyon király. Nagyon zsír. És oda pedig egyszerűen fel tudok jönni, hogyha ide teszek egy... ilyet. Uh-huh. Ja, akkor ez vissza. És akkor így. Hát ez gyerekek zseniális, nagyon tetszik. Az meg ott mi? Megint egy szobor. Látunk már egy ilyen szobrot, egy ehhez hasonlót. Na, interakt. No, I don't think it's humane to knock her away. She needs medical attention and she needs to be looked after. You don't know what you're dealing with, James. So just do me a favor and drop the management bullshit. Jó, hát most valami kis... Ez ilyen kis flashback lehetett szerintem. És itt mehetek is tovább. Baromi szép az a grafika, gyerekek. Nekem annyira tetszik ez a fajta stílus. Nagyon, nagyon szép. Nagyon tetszik. Meg ezek a vörös fények. De rohadt sötét van. Na itt az ajtó. Igen, és akkor erre. Itt a gép! Okay, let's power these other rooms. Le tudok esni? Gondolom, ja, hát akkor esünk le. Igen, és akkor... Várjunk, fölugrok. Jó, és akkor most kell nekem oda fölmenni. Hoppá, ez mi volt? Hirtelen lenézett. Ja nem. Ide kell jönnöm. Persze az ott még nem jó, szerintem legalábbis. Igen. Na várjunk csak. Nem, zöld. Nem, várjunk. Tehát nekem most... de ez az. Legalábbis azt hiszem... Nem. Ide föl kell valahogy jussak, de hogy tudok ide följutni? Ezt tudom mozgatni. A lift! Na hát meg is van. Ez most vissza. Igen, és akkor most kéne nekem a következő. Kell egy zöld. Igen. Ja, hogy ez így nem megy. Akkor viszont a kék. Ne! Túldobott. Nem jó, így sehogy se jó. Na, süsd meg!
Nem. Ne esd le. Ja, nagyon faszán összemarakva, nekem is nagyon tetszik. Imádom az ilyen jellegű játékokat, srácok, nagyon szeretem. És esküszöm nektek, többre értékelek egy ilyen játékot, mint egy, mit tudom én, valami nagyon híres, akármilyen ilyen nagyon bepromózott játékot, vagy mit tudom én, ami mondjuk ezerszer szebb grafikával rendelkezik, de nem mintha ezzel baj lenne, mert nekem nagyon tetszik ennek a grafikája, imádom ezt a stílus, mint mondtam. Mert a játékélmény sokkal többet számít egyébként, mint a grafika, vagy a hype, meg mit tudom én. Várjunk! Megvan! Ezt lehozzuk, mondom... Ezt lehozzuk. Teszünk oda egy... zöldet. A zöldet... De nem jó, mert akkor én nem tudok fölmászni. Akkor ez így nem jó. De mindegy, próbáljuk meg, hogy ez hol fogja ellökni. Mondjuk valószínűleg a túloldalra. Aha, bőségesen oda. Akkor viszont... Jaj, de hülye vagyok! Hát itt van a lényeg. Akkor ezt most eltüntetjük. A zöldet kiszedjük. A kéket letesszük, és most már fel tudok ugrani. Na még egyet, és így megakadályoz, ez az. Jó, és akkor ezt most fölemeljük. Bejövünk, de nem jövünk be, mert nekem ez kell, hogy itt át tudjon lökni. Nem. Vagy ha ide állok. Ezt meg el kéne tüntetni. Ja, és most. Á, nem, de ez így kell szerintem. Gondolom. Hát nem! Persze! Megvan miért. Ide most kell egy kocka. Kell egy zöld kocka, akkor oda vissza kell a tenni a izét. Na. Igen, és most azt fog kihúzni. Ja, de vissza! Még most se jó, akkor most. Na ne! Nem így? Hát nem így. Na várjunk. Tehát... Már pedig... Nem, az, hogy a kocka az könnyebb, és... Nem, ez is sehogy se jó. Az is sehogy se jó. Várjunk, tehát akkor hogy az Istenbe kéne? Tehát... Az a rész lent tuti már nem fog kelleni. Szerintem. Viszont... Á, gyerekek... Várjunk! Mi mondja, hogyha csak simán leszek ide egy zöldet. Kinyitjuk. Ezt így. Ó, én meg itt marháskodok a zöld kockával. Na szóval. Be van kapcsolva a szerkentyű. És már is zöld a kábel. Leestünk. Jó helyre? Így van, jó helyre. És akkor kimegyünk megint. És akkor most már a felső ajtó is ki lesz nyitva. Az ott fönt. Nem, kék. Így van. Na nézzük. Mi van? Semmi. Kaptunk mentést. Oké. Na, ott van a gép. Azt kell bekapcsolni, oda kéne följutni. Ott van megint egy kinyitható ajtó. Igen. Akkor ide tuti, hogy kell majd egy zöld, mondom, zöld kocka. Ja, hogy azt emeltem föl. Akkor itt meg föl kell jönnöm, ezt tuti. Akkor viszont ezt le kell nyitni, ezt a hidat. Így van, ezt eltüntetem. Jó. De jövök. Na. Fölemel, átjövök ide, és akkor... És akkor... A híd most már készen áll. Igen. Csak hogy itt nem tudok átmenni, mert át kell magam lökni. Mert hogy ott van az a fény. Puty!
Mit? Ó. Ó. Aha. Várjunk. Szóval ő elmegy arra. Tehát akkor ezt a hidat ezt le kell csukni, mert nekem majd vissza kell oda mennem. De ide kell egy kocka, ami nekem helyettem ugye működésbe hozza. Itt van bármi? Van, persze. Aha. Mi van akkor, hogyha... Nem. Nem, nem. Várjunk, megvan. Ide kell egy zöld kocka. Ja. Igen, visszahozzuk. A zöld kockát átpattintjuk ide. De így nem tudom átpattintani. Megvan. Vissza kell menjek teljesen. Csak így fog működni. Ide kell a kék. Na. Ja, hogy így? Akkor így. Akkor ez még egyszerűbb is, mint gondoltam. Kockával együtt vissza. Erről van szó. Az ott átmegy arra. És elvileg, ha én most... Nem. Vagy várjunk? Az a baj, hogyha én most visszamegyek oda, ahhoz, hogy a zöld kockával ott megint fölemeljem azzal a lifttel magam, ott, ami ott van, hát most már föl is van emelve, akkor ugye innen el fog tűnni a zöld kocka, ami azt jelenti, hogy vissza fog jönni a híd. Tehát semmiképpen ez nem jó. Ha ezt én most lecsukom így. Várjunk, és mi van akkor, hogyha most állok ezzel ide, és oda túloldalra átdobok egy zöld kockát. Jó, persze, mert az ajtót ki kell nyitni. Hát akkor mindenképpen ezt kell csinálnom. Jó, ezt lemászunk róla. Nem! Hülye vagyok. Nem mászunk le, te, hogy mászunk. Mi vagyok én? Mászó. Ez az. És akkor most már, hogy ez ki van nyitva, nekem is valahogy át kéne jutnom. Csak hogy... Mert ahhoz, hogy az a híd ott maradjon, ahhoz ide is kell egy kocka. Teszünk oda egy kockát. Visszahozzuk ezt ide. Megvan. Megvan. Azt hiszem. Lehet, hogy ezt el fogom cseszni az egészet, és kezdhetem előről. Ide ráállunk. Erről a kocka ide föllépünk. Ezt átdobjuk oda. Igen. Ezt lehajtjuk. Ráállunk ide. És akkor ennyi, gyerekek. Hát ez nagyon ki van találva. De gyerekek, az egy dolog, hogy az ember megfejti az ilyen rejtvényeket, meg minden. Ezeket a puzzle-ket, meg mit tudom én, de ez kitalálni, gyerekek. Hát milyen agymunka kell az ilyet összehozni, kitalálni, hogy ez így működjön. Ez zseniális. Hát komolyan mondom nektek, imádom, nagyon szeretem. Mekkora? És sokszor az ember csak akkor jön rá egy megoldásra, amikor éppen megcsinálta a megoldást. Hogy ja igen, tényleg ez így kellett. Na, ez is megvan. És akkor leestünk. És akkor most az van, hogy akkor most vissza kéne menni a lifttel szerintem. Mert hogy itt elvileg minden dolgot elvégeztem? Vagy nem? Várjunk, nem. Nem, ott nem tudok kimenni. Itt ki tudnék menni, de... vagy menjek ki? Már megint? Mi a fasz csinálod a hülye egér? Szóval... Igen. Várjál, hát nem is voltam még. Ja, jó, oké. Na most... A következő van. Ezt elforgatom. Ezzel vissza, azzal meg amarra. És ha ezt nyomom meg, akkor ugyanaz. Tehát tök mindegy, ez mindenképpen visszafordul, ugye meg is változik rajta a jelecske. Na, ezt megint ki kell nyitni vagy valahogy, mert ugye itt nem tudok átmenni, amit nem is értek, mert így simát tudnék kúszni egyébként, ha lenne kúszás a játékba. Ez megint viszont egy olyan megoldás, amit én nem szeretek. Tehát ezek ilyen logikátlanságok, amik szerintem nem jók, nem tesznek jót egy játéknak. De most akkor nekem először is kell egy... Á, nem. Megvan. Ide kell a piros. Ide a zöld. Visszaforgatjuk.
kinyitjuk ezt az ajtót. Jajajajajaj! És itt mi van lent? Ó! Aha! Igen. Na most... mi van akkor, hogyha teszek ide egy kéket? Ide meg egy zöldet. Na, nyisd ki. Mondom, nyisd ki. Akkor semmi. Mert arra gondoltam, hogy csak oda átlöki, de hát így nem löki át, mert így hogy is lökné át. Mondjuk ezt megforgatom. Egértörés nem lesz, srácok. Az... Én még soha életemben nem vertem szét egyetlen hardveremet sem, szóval... Azt nem is értem, hogy bárki arra hogyan képes, tehát... Azért annyira büdös kocka nem vagyok, tehát... Na várjunk, tehát... Azt kéne kinyitni, de azt... Ahhoz valahogy el kéne jutatni egy kockát oda. Viszont ugye itt is kinyílt ez a kis alsó panel, és itt is vannak cuccok, ahova én... Aj, és mi, hogyha nem csinálok semmit, csak lejövök ide? Aha! Na most ez mi az Isten csinál? Aj, ez a kábel megy oda. Ja, hogy ez úgy is marad? Persze, más a színe. Aha! Akkor innen ki kell jönni. Igen, ezt most bekapcsoltam. Ugye ez onnan jön ki. És lemegy ott. Hát ezzel nem lettem igazából előrébb, mert nyilván előrébb lettem, de én akkor is itt be vagyok zárva. Szóval, ezt most megfordítom. Mi van akkor, hogyha teszek ide egy pirosat? Onnan ezt kihúzzuk. Ezt most elforgatom. Ne kérdezz meg, hogy miért forgatom el. Fogalmam nincs. De elforgatom. Nem jó. Nem jó. Nem jó, mert ezt is ki kell nyitni valahogy. Jó, na akkor a következő cél az ez. Akkor ugyanaz. Vagy nem. De. Elforgatjuk, oda pikkel a piros. Ezt kihúzzuk. Oda zöld. Elforgatjuk vissza. Igen. Ide kell a kék. Az eltűnt. Tetjük! Na, de miért nem reagál azonnal? Nézd meg! Kihúzzuk, elforgatjuk, eltüntetjük. Fasza. És itt mi van? Megint egy ilyen kapcsoló. Igen, és... Ja, hogy felhozt, a lépcsőt hoztam föl. És az két kábel kellett. Vágom. De még ezt akkor sem tudtam kinyitni eddig. Szóval ez még mindig hátra van. Hogy ott valahogy azt ki tudjam nyitni azt az ajtót. Tehát oda valahogy neki kell dobni megint egy zöld kockát. De zöld kockát hogy tudok én oda dobni? Elforgatom. Hű, gyerekek! Ha az ott leesne, akkor nem esne rá. Lehet, hogy hülyeség, de az nem lehet, hogy nekem kell odaugrani? És most kivételesen nem egy kockának? Próbáljuk már ki. Hát nem. Oda. Ez marhasság, hát oda. Nem jó. Megvan. Megvan. Vagy nem? Várjunk. Oda kell egy kék. Azt hiszem. Ezt behúzzuk. Esik. És oda kell a kék. Aaaaaaah! Megőrülök! Ja, de ez így kellett volna. Na szóval vissza akkor ide a pirosat. Azt onnan kihúzzuk. Igen. Oda a kék.
ezt visszahúzzuk. Az ott elkezd pattogni, és amikor fölpattan... Ez, így. Yes! Haha! El is megvan! Nem te mi? Nem te oda kek fel piros lezöld. Emma, do you think this whole structure is some form of machine? I don't know. The object that was going to collide with Earth. We thought it was a vessel, but after being on it, it was totally empty. Like it was a self-sufficient machine. I guess we'll find out soon enough when the last third is powered. I hope this works. Me too, Millie. Okay. Azt nem mondom, hogy annyira vágom most már ezt a történetet, picit zavaros is. Várjunk, de most akkor itt nekem megint nincs dolgom, ugye? Most akkor megint itt mehetek ki. Szerintem, ja. És megint megyünk föl vagy le. Föl, most föl. A gyönyörű, gyönyörű, annyira szép, 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 imádom. Hello, hello, üdv mindenkinek, aki most jött a live-ban, be, babe. Osztakkor megint itt vagyunk, gyerekek. Egy újabb részen, és akkor most fogom a harmadik reaktort bekapcsolni, ha minden igaz. Milyen a benyomásom? Imádom ezt a játékot, gyerekek. Nagyon szeretem. Igen, már csak egy reaktor van hátra. Ott ki tudnék menni? Ajajaj. Attól félek, hogy ez most picit bonyolultabb lesz. Ez a reaktor gondolom működik, de az inkább idejövök és kattintok rá egyet. Persze működik. De várjunk. Hát itt már jártam, nem? Akkor viszont ki kell itt jönni. Mindenképpen ki kell itt jönni. Igen, és akkor most megint, most lefele fogunk menni. Nyilván. És srácok, egyébként a live 1080p-be megy most? Nem tudom most megnézni. Valaki írja már be olyan, aki lehetőleg 1080p-be tud nézni videót. Tehát mit tudom én, aki PC-ről nézi. Mert ugye a telefonon nem mindig engedi sajnos. Hetedik fejezet az él. Hetedik fejezet. Na nézzük. Kinyílik. The last one. De lol, ez annyira hasonló az előzőhöz. Aha, akkor itt szerintem körül sem nézek, mert erre kell jönni. Ez az egyetlen út. Jaj, de magas. Nagyon fasza, 1080, király. Akkor viszont azt nem értem, hogy utólag mi a tökömért csak 720p-t enged a Facebook. Nem értem. De tegnapi live-om közül is egyik 720p-s lett a vége, a másik pedig 1080p. Nem is értem, mitől függ ez. Na mindegy. Hopp, már megint... Mi az Isten mód ez? Magnetism. What? Ez ide fogja vonzani a valamit. Engem is? Hát úgy látszik, nem vagyok elég vonzó. Mindegy. Viszont várjunk, ez ide fogja húzni a valamit. De próbáljuk ki. Aha, igen. Aha. Jó, várjunk, akkor viszont ezt... De aranyos. Na várjunk. Aha, és akkor nekem most ezzel kéne valamit kezdenem. Jaj. Itt miért nem tudok fölkapaszkodni? Jó, mindegy. Szóval, ez nekem nem fog kelleni. Azt tuti. Ez elvonza magával. Na de akkor ide csak a kocka kéne, nem? Várjunk. Ide vonzotta. És ez nekem miért jó? Ez egy önmagában semmit nem érek. Esetleg tegyek... Ja, de nem tudok két kockát letenni, hülyeség. Várjunk, most itt mi a...
És mi van, hogyha ez mondjuk piros? Ezt nyilván nem tudja elvonzani. Jaj, meg tudom fordítani a mágnest! Köszönöm szépen! Látod, eszembe sem jutott volna megpróbálni. Köszi! Köszi, köszi! Úgy! Köszönöm! Á, fasza! Ja, hát ez... Ajaj! Néha buta vagyok. Ő is taszít, most taszít. Igen. Akkor itt ugyanaz a szituáció. De nem, most, na most pont nem így kellett volna, szóval most. Most visszahozzuk, és ellökjük. Erről van szó. Megint egy újabb ötletes megoldás ezzel a mágnessel, gyerekek. De tényleg zseniális, hogy mindig hoznak be újabb és újabb ilyen dolgokat, amitől még, tehát amitől változatosabbá válik a játék, és egyre több mindenre kell figyelni. Zseniális. Na most ez ugye ezzel együtt fog mozogni. Amúgy annyira jó ez a... Ez a mintázat, meg ez az egész olyan földön kívülivé teszi az egészet, nem tudom. Nem is tudom, mire emlékeztet. De mindegy. Szóval, ezt el tudom húzni. Ezt úgy kéne csinálni szerintem. Megvan. Ide kell egy zöld kocka, nekem rá kéne állnom, és el kéne löknöm magam a zöld kockával, hogy ott föl tudjak majd mászni. Szerintem. Na várjunk, mindjárt meglátjuk. Igen. Na most... Várjunk. Tehát most vissza... Nem. Kell egy zöld kocka. Nem. És így. Úgy kell összehozni. Vagy lehet hülyeség. Na igen, most vissza. Most csinálnak egy taszítást. Ez az, és akkor most szépen ráállunk. Na, akkor jól csináltam. És kész. Hello. Dia. És itt vagyunk. Here we go. Na, itt is van mágnes meg ilyen panel, amit el lehet mozgatni. Várjuk, ha most ezt... akkor azt úgy nem vonza rá. Ez itt mi? Aha! Valahogy... Ki kéne nyitni csak... Nem, vissza. Várjunk most. Nekem oda valahogy egy zöld kockát el kell juttatnom. Ja, hogy ott is van egy ilyen izé. Aha, várjunk. Ezt én most oda teszem. Ha a zöld kockát itt elengedem, nem, akkor legyen mondjuk inkább itt. Oda vonza. Nem, akkor viszont el kell a piros. Ki a zöldet. Igen, akkor ezzel kell most megint játszani. Nem jó, még nem elég. Még most se elég? Miért nem vonzod jobban? És mi, hogyha ezt megmozgatom? Majd vissza. Nem, de ez így kéne, gyerekek, mindenképpen. Nem jó. Ezt nem így kéne, tényleg. Ha hülye vagyok. Ó, Istenem, Csabi. De nem. Nem, hát ezt nem tudom elmozgatni. Várjunk. Ez az! Csak összejött. Na, jó van. Csak pénán csináltam először. Na szóval, ez megvan. Ezt most vissza kell akkor hozni. És akkor ezt most le tudom szépen engedni, úgyhogy taszításra állítom. Ha, nem. És miért nem tudom ezt megfogni? Miért nincs nekem olyan kezem, amiben meg tudom ezt fogni? Jó, akkor viszont előről az egész.
Elbasztam. Majd most lesz a jó. Ugye? Nem. Igen. És... most azon gondolkozom, hogy... nek van. Ezt vissza. Oda kell egy piros. Ezt át. Ez az. Na és itt mi van? Ó, tovább tudok jönni, gyerekek. Erről van szó. Megint mágnesek, megint dugattyú. Igen. Egy pill. Na, szóval. Azt mondja, hogy... egy ajtó, amit ki kell nyitni. Ott kell majd tovább jutni. Ezt elhúzom idáig. Igen. A kérdés... várjunk, ezt a panelt, ezt ne... ez is egy dugattyú. Valahogy ezt is kéne tudnom mozgatni, nem? Hát így nem. Nem. Aha, ott van cucc. Nézzük csak. Megvan, ez vissza. Akkor ez megint a következő módszer. Ez így. És oda meg a zöld. Azt hiszem, legalábbis remélem, hogy jó lesz ez így. Ez az. Igen. Eddig jó. Most ezt elhúzom eddig. De ezzel is semmit nem érek. Mert ezt a dugattyút, ezt hogyan tudom mozgatni, ezt a dugattyút? Sehogy. Ezt a dugattyút akkor fogom tudni mozgatni, hogyha ez már ki van nyitva. Értem. Akkor ezt vissza kell vinni. Ez taszítás. És ezt taszításra teszem. Akkor csak le... back, de várjunk? Mi van, ha én ráállnék erre a cuccra? Ez egy hülyeség. Más ez tök vicces, csak... persze. Na várjunk. Valahogy ezt át kéne oda juttatni. De hogy tudom ezt átjuttatni? Valahogy nyilván úgy kell, hogy el kéne odáig juttatni, de ez már nem fog akkorát lökni rajta, szerintem semmiképpen. Hüha! Gyerekek, nézzük! Aki most ott a live-ban, annak üdv. Érezze jól magát, azt kívánom néki. El meg itt teljesen ide... na jó, szóval... ez nem kell. Megvan! Megvan! Add oda kéket. Ez... megvan! Ez így kell, gyerekek, szerintem. Egyik kockával el kell ötni a másikat oda neki. Hát, csak hogy ezt kérdés, hogy mikor kéne indítani. Jó, most. Ja, nem. Hát összejött! Éppen csak, de nem pont úgy, ahogy én gondoltam. De kinyitotta, az a lényeg. És akkor már is, opá, már is működik. Ez az. Jó, és akkor nekem most elvileg megvan. Most megint kell egy kocka. Ja, várjunk. Mi van, hogyha ezt most... nem. Ez vonzás. Igen, ez ide. Erre fölállok, és most... huha, ez most el kell találni, gyerek, ügyes. Mi az? Beakadt! Ja, mert vonzza! Na most ezt akkor elkúrtam, szerintem, várjunk. Elcsesztem. Még egyszer. Túl hamar volt. Na. Igen, és most lesz a jó. Hopp! Ennyi!
Hello, te is ide jöttél? Ez, te gyerekek, zseniális. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon tetszik ez a játék. Na, szóval, ó, megint a izé ventilátorok, amik... Hát próbáljuk meg csak így önmagába, mi történik. Ennyi? Ennyi. Ez így még kevés. Akkor... Jajajajajajaj, na várjál már, ez nem jó így. Szóval... De ne menjek már le! Oda nekem zöld kell. Aha! Rá kéne ugrani, mi? Igen. És akkor már is itt vagyok ennél a kapunál. De nem, azt ki kell nekem nyitni. Ja, aha, megvan. Ezt a panelt nem tudom elmozgatni egyébként. Várjunk, dehogy nem. Be kéne ide jönni. Igen. Az taszításra. Az ki. Ha-ha, gyerekek, nagyon jó. Nagyon non tetszik. De álljak már rá. Jaj. És most. Ez az. Hát gyerekek, ez zseniális. Nagyon tetszik tényleg. És az a durva, hogy egyébként ezek nem annyira durván nehéz feladványok. Tehát az ember még csak el sem akad benne, és így nem veszi el a kedvét a játéktól. Legalábbis nekem ez pont az a nehézségi szint, ami pont az a kényelmes, és pont még érdekes maradt tőle a játék. Aha! Ó, igen! Bekapcsoltam. Az most megint átment oda, de várjál! Ott kéne tovább menni? Nem mondod? Akkor viszont oda piros kell. Mi? Nem! Baker, a mellette lévőre kellett volna! Vagyis nem tudom. Mi van? De várjál már, most... Persze, mert a zöld kocka... Igen, a zöld kocka eltűnt. Én ott is fel tudtam volna menni. Várjunk. Nem gyerekek, ezt most ezt alaposan elcsesztem. Tehát ez így. Igen. Visszaállunk oda. Igen. Ne már! Túl lögtem! Ne már! Na akkor viszont még egyszer gyerekek, mert ez így nem jó. Vagyis de, jó! Vagyis nem tudom, mi van? Na várjunk, tehát... Nem, mert oda kell nekem azt... Tehát ott nekem mindenképpen egy kocka kell. Csak az előbb túldobta. Ráállok megint. Nem, ez így, igen, csak hát most ez ilyen kísérletezgetős, mert egyszer túldobta, egyszer meg nem is tudta eldobni odáig. De aranyosan lebeg. Na, a végén még jó lesz így is, anélkül, hogy lehívnék egy másik kockát, vagy nem. Nem, mert ebben már nincs fog az a lendület, akkor viszont így. És visszajövünk ide. Na. De baszki túltolja. Ó. Akkor még egyszer, akkor úgy látszik ez egy ilyen próbálgatós. Vagy pedig van egy másik trükkje is, amit én nem várok hirtelen. Megvan. Tehát az a baj, hogy rosszkor lépek rá, tehát túlságosan rosszkor kapom el, akkor próbálj meg úgy, hogy egyből oda, egyből rá, és meglátjuk, hogy így hogy jön ki a lépés. Szerintem nem, ugyanaz lesz. Ez megint sok lesz. LOL. Ez most...
Rossz helyre dobta. Mert arrébb lökte, aha. Jó, ki kéne találni, mikor kéne rálépni erre? Mondjuk most, amikor lefele indul. Nem jó. Baszki már! Hát az előbb meg ráesett elsőre. Na jó, meglátjuk. Szóval, amikor lefelé indul, akkor az nem jó. Akkor most próbáljuk meg, amikor picit lejjebb ér. Most. Először tedd a mágnest a vonzóra. Ahogy értelek, lehet, hogy igazad van. Lehet, hogy igazad van. És akkor nem kéne így szerencsétlenkedni. És akkor most engedjem el, erre gondolsz? Ó, baszki! Igen, ez az egyszerűbbik megoldás. Köszi, Robi! Ez az egyszerűbbik megoldás volt, na most akkor most teljesen jó. És akkor most nem kéne elcseszni a zöldet. Tehát akkor oda, akkor nem véletlenül van kettő amúgy egymás mellett. Oda. Kihúzzuk és ráugrok. Erről van szó. Állaz, megvan. Köszi még egyszer, Robi. You said that someone else destroyed the object. Who were they? Some other scientist or military personnel that we sent. Why did they send individuals? Why not teams? To increase our chances. Each were jumped to different parts of the vessel, transported. What? Like, teleported? Yes. Some people lost their memory in tests. Others went mad. A portion were fine, of course. It was difficult to predict. Is that what happened to me? I mean, how long have I been out for? I don't know how long we've both been asleep, Millie. And yes, it's possible. Hopefully your memories will come back. Most ami teleportációról olvashatunk, vagy hallhatunk valami infót, és nem lennék meglepve, hogyha eljutnánk addig a pontig, hogy teleportálnom kellene. No, várjunk csak. Megint két darab mágnes. Magnetic. Igen. Ez mit csinál? Ez csak elfordítja. Jó, de nekem most visszafele kell. És... várjunk. Hogy ezt még egyszer így. Igen. És akkor... igen. Tehát ez pedig az alsó részét. Nem. Ja, lol, ezt. Azt hiszem, hogy ezt az alsóból szokott forgatja csak. Na szóval, ide most kell nekem. Jó, akkor ezt most visszaforgatjuk. Ezt is. Ide kell nekem egy zöld. Igen, ide egy kék. Igen, hát most azt nem tudom, ennek mi lesz a vége. Ó, ne! Nem mindegy, mikor fordítod el. Jó, és akkor most kéne ezt is jól elkapni. Já! Na, akkor még egyszer. Vissza. Zöld. Ez így nem lesz jó, hát nem tudom elfordítani úgy, hogy... Nem. Valahogy másképp kell ezt megoldani. Nem, várjunk! Azt hiszem rájöttem. Ide nem is ez kell, hanem egy piros kell. Amit én fölemelek. Most elforgatom. Aztán ezt is. Igen, ez oda fogja vonzani. És akkor ehelyett kell nekem egy kék. Igen, eddig megvan. Elforgatom vissza. Mágnes. Jó, hát eddig fasza. Ő ott van, csak én nem vagyok ott. Rá kellett volna állnom, esetleg.
Lehet, hogy rá kellett volna állnom. Akkor viszont előről az egész. Igen. Na. Igen. Vonzás. Á, gyorsan kell ezt csinálni, gyerekek, szerintem. Nem. Hmm. Most, ha ezt így kell csinálni, akkor ez rohadtul necces, mert ezt nagyon nehéz kiszámítani. Na, emeld fel. Igen, le... Megvan. Aha, csak itt ezt most rohadtul nem fogom tudni a kékre változtatni. Szerintem, vagy igen? Nem, 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 rosszat nyomtam. Na. Ja, meg ez vonzás, várjunk. És... Nem, 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 nem. Azt mondom, hogy nem látok innen rá egyszerűen. Ez a hülyeség, szerintem ezt biztos, hogy nem így kéne megcsinálni. Ha ez össze is jön, szerintem egy baromi nagy mák lesz. Vagy nem biztos. Na! Oh! Haha! Ez az! Na ott is van fönn ilyen cucc, meg ugye itt is. Na most... Várjunk, mi van, ha én próbálok... Nem. Ó, oh, hello! El tudom forgatni arra. Aha! Jaj, de kár, hogy nem látok odáig, hogy most hogy is jönnek ki ott az arányok, várjunk. Próbáljuk ki egy pirossal. Hát ez nem nyert. Várjunk. Nem, 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 nem. Akkor az vissza kéne forgatni így. Ezt megint leengedni, szerintem. Ide tenni egy ilyet, megemelni. Ja, de nem, mert akkor ugye eltűnik a izé. Várjatok. Várjatok, várjatok, várjatok. Például az ott mire való? Tehát... Mármint, hogy... Nyilván kell valamire, de most le kell nézni, hogy ez milyen célt szolgál, hogy ez pont ott van. Ha elforgatom, tök mindegy. Jó, ezt nem teljesen mindegy. Várjunk csak. Várjunk. Ezt elforgatom. Lejjebb engedem. Hát nem tudom, mi van? Halljátok! Már kezdek fáradni a nagy agyalásba, tehát elforgatom erre. Ó, baszod, hát itt fingom nincs. Ez most taszít. Miért jó nekem az, hogy ő taszít? Tehát... Ráállok ide. És ha benyomom, az is, hogy az is taszítson, hát hülyeség. Hát áthozza ide a kockát, de mit érek én ezzel? Mert amott meg nincs is semmi. Valahogy ide föl kell jutnom. Ez itt a cél, de hogy? Várjuk. Meg ez is minek van itt? Nem, valahogy ide el kéne hozni egy ilyen kockát. Igen, tehát most vonza, nagyon fasza. Tehát nekem most ide valahogy azt elforgatom. Ja, az csak azt forgatja és emez. Emez csak az alját, mi? Persze.
De azt hiszem tök mindegy az alja most, hogy áll, nem is az a lényeg. Itt kéne valahogy megoldani azt. Ez most vonza? Azt a kockát oda. Hát ezzel aztán rohadt sokat értem. Engedd el vonzással és lőd le a kockát. Lőd el a kockát. Hát előttem, ha erre gondoltál, de oda viszont nem tudok kockát juttatni, az a baj. Nem értem. Tehát... Ez hülyeség, kipróbálok valami, gyerekek. Ah, persze. Szép is volt, lett volna. A fent itt vonzásra, az alsó vonzás félénk kocska. Mi? Vonzás felénk kocska. Bakker, na várjál. Próbálom értelmezni, amit írtál, mert szóval a fent itt vonzásra, az most vonzásom van lent itt. Nem. Vonzás, ez meg így. Erre gondoltál? Állj rá a gombra. Melyik gombra? Erre a gombra, igen. Nem értem, az a baj, nem, így, az a baj, annyira nem tudom értelmezni, amit írsz, ne haragudj. Mert tök mindegy, mit csinálok. Várjunk. Lehet, hogy megvan, amit akarsz mondani. Várjunk, ezt kell vonzásra tenni. Ja, de nem is kellett volna oda menni. Innen is lehetett volna, igen. Ő lemegy. Ellenkező. Szerintem erre gondoltál. És... ezt most vissza. Aha! Ez az. És ezt most szépen... szépen mi? Nem, vissza. Fölengedem. És lejtem. Nem, akkor el fogja lőni. Ó, az Isten itt neki. Nem. Húha, na várjátok, akkor még egyszer. Szóval, azt oda vonzuk, azt a kockát. Igen. Őt is beátállítjuk. Kilőjük, megfordítjuk. És akkor ezt most itt fogom elengedni. Jó. Na most ő tartja nekem a kapcsolót. És akkor elvileg... elvileg semmi. Nem tudtam volna ráugrani arra a kockára. Vagyis de! Igazad van, de hülye vagyok. Örülök azért, hogy vannak értelmes nézőim is. Köszönöm szépen a segítséget egyébként. Szóval az vonzás. Az is vonzás. Vissza az egész. Igen, elfordítjuk. Ráugrok. És így. Köszi! Köszi, Anna Marina Várkúti! Nagyon szépen köszönöm! Oda kell majd menni, de én megnézem, itt is mi van. Nagyon szépen köszönöm! Na! Fasza! Köszi! Hát és ezt látod, na most viszont tényleg te segítettél, mert ez most valahogy nem állt össze volna a fejembe. Lehet is azért, mert fáradtabb vagyok már, mármint olyan értelemben, hogy így agyilag kezdek így mentálisan kimerülni. Tök nagy agyalázsa mondom. De nem baj, mert ez a játék, ez akkor is baromi jó. Most ettől függetlenül, hogy ez most nehezebb volt, mint a többi. Na és... megint csak itt vagyok egy szobornál. Ez ugyanaz a szobor, ahol voltam már.
Akkor szerintem most van meg. Something is really wrong. Várjunk. She's alive. And reacting. But I just can't get her to... Let go of it. Keep an eye on her. And I'll call the extraction team. See if they can come a month early. Jó. Na. Várjunk. Nem, ez nem ugyanaz a hely. Fenéket. Ez egy hasonló szobor. Várjunk. Ja, ez egy hasonló szobor. Nem. Azt hiszem hirtelen visszakerültem az előző szoborhoz, de nem. Hanem egy újabb területen vagyok, meg egy újabb ajtónál. Meg egy újabb kábel, és itt van a gép. Á, fasza! És már jöttek is le. Jó, na és akkor ugye ezen az ajtón jöttem be. Szóval ez az ajtó, ez ki van lőve. Szóval mehetek a következőhöz, ami az. Igen, csak ott erről tudok csak menni. Sőt, ott is mehetnék. Hát mindegy, most menjünk erre. Nézzük meg, hogy akkor ez itt mi. És milyen feladvány tartalmaz. Na. Szóval mágneske. Itt egy kapcsoló, ami valószínűleg ezt a panelt, ezt a dugattyút arra fogja tolni. És nézzük meg. Így van, ez ezt mozgatja, ez pedig emeszt. Igen. Akkor, először is. Nem, oda zöld. Igen. Na várjunk, ezt ha kilövöm. Mi van akkor, hogyha erre teszek egy... Ja, hülye vagyok, hát nem tudok tenni semmit. Akkor ezt... Ez marhaság. Valami más kell ide. De ha erre... Igen. Hát nekem most nagyon jó, hogy ugrálok, mint egy nem normális. De várjunk. De hogy is, mit akarok én már itten. Szóval. Szerintem az van, hogy egy kockát valahogy rá kéne ide tenni. Hogy azt ő ott tartsa. Aja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 j
Tehát... volt egy kockám. Ó, megvan! Szerintem megvan. Vagyis lehet, hogy nem. Várjunk. Ha azt áttenném ki... kre, akkor eltűnik a zöld. Persze, mert a zöldnek volt a forrása. Akkor ez nem így. Na, gyere ki. Igen. Baszki, semmi? Várjál már, most ezt nem értem. Valahogy át kéne szem tenni ide ezt a kockát, de hogy? Lőjem el azzal? De az a baj, hogyha azt ott megszüntetem, akkor megszűnik az a kocka is. Na várjunk. Ó, Robi, megnézzük, kipróbáljuk. Ez, látod, ez eszembe se jutott, pedig a fizika azért elég nagy szerepet játszik. Akkor viszont ezt ide. De ez akkor nem lesz jó. Nem lesz jó, mert az annyira messze megy, hogy oda így nem fogja ellökni. Értem, mit mondasz. Szóval... lejjebbök. De ja, megvan, megvan. Átok menni közben oda hozzá. Persze, persze. Jó. Akkor az megint csak vonzás legyen. Szerintem. Jaj, persze, igen. Ez lesz a megoldás. Á, de ez lesz az.
Valóban. Igen. Megint hamar volt. Nem, jó volt. Ide, átugrunk. Jaj, tényleg, ez mekkora ötlet ez is. És már jövök is föl. Yes! Ja, balegér van. Igen. És akkor ennyi. Ez de komoly. Igen, és akkor... Akkor most bemegyünk ezen az ajtón. Még ezt rejtén megoldom, srácok, és aztán következik hamarosan a Beast Inside nevezetű Jotek. Na, de most nekem kell egy kocka. Az már tuti. Szóval ezt meg kell forgatni. Ez vonzás, jó. Oda kell a zöld. Hoppá. Visszaforgatjuk. Vagy nem, várjuk, 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 várjuk. Az ott mi? Ja, a taszítás. És nem jó. Na akkor még egyszer. Tehát átállítjuk. Ki a kocka. Várjunk. Ide nekem most fel kell jutnom, ugye? Ide nekem most egy kockát le kell juttatnom. Mi van akkor, hogyha ezt forgás közben próbálom átváltani? Aha, szerintem ez működőképes dolog lesz. Elforgatom. Vissza. Á, nem! Ha maraságot csinálok, akkor sorry gyerekek, hát ez van. Na most meg mellé kattintottam is. Nem. De ne odaesd már! Igen, igazság szerint ebből a játékból tényleg elég amúgy másfél óra, mert utána az ember agya olyan szinten lefárad, legalábbis nekem, biztos, hogy le. Ne, csak oda dobom. Megfordítjuk. Ó, most ez komoly. Amúgy tudja ezt, amit kéne megcsinálni, csak én kísérletezek ilyen marhaságokkal. Mindig próbálom másképp látni a dolgokat. Elkúrtam. Na! Hát ezt nem tudom, így kellett volna megcsinálni, de én ezt így csináltam meg. Csak összejött. No! Akkor ezt gondolom, hogy csak el kéne forgatni, de akkor ugye megint kell. Megint kell majd egy kocka. Fordulj vissza. Igen, ez a kocka most itt van. Eddig jó. Aha, ezt meg ki kell nyitni, mert mögötte van egy kapcsoló. És ezt én hogyan tudom működésre bírni? Ott azzal. De ahhoz fel kéne jussak, akkor viszont... Ha most ezt taszítom... Hát, azzal nem vagyok kisegítve. Viszont itt is van egy cucc. Várjunk. Szerintem megint rá kínálni. Lehetséges? De nem tudom ezt lejteni. Akkor viszont nem, várjunk. Értem, Robert, igen, az is. Na látod, ez megint olyan, mint... nem tudom, mit akartam mondani, de olyasmi, hogy megint két megoldása van. Még az is, hogy több is. Viszont ez így nem jó. Ez így nem jó. Várjunk, várjunk, várjunk. Most az lett volna, te... Ajá, és hogy most ide megpróbálok ráugrani. Na ne! Jaj ne, és leestem! Jó, akkor kipróbáljuk azt, amit te mondtál. Alapból taszítom van. És most. Valóban. Igen, ez még egyszerűbb is lett volna. Jó, akkor ezt kell. És megpróbálok... Ja, de várjál! Megpróbálok most akkor ráesni.
Nem. Ajajaj. Nem, ez semmiképpen nem lesz jó így. Ez a kocka nekem ide nem kell. De akkor sem lesz jó. Várjunk. Valahogy úgy kéne, hogy rá kéne tudjak oda állni. És hát akkor engem is ellökne. Ugye a kockával együtt, ami átment, de akkor hogy az Istenet kéne ezt megoldani, gyerekek? Ez itt a nagy kérdés. Rejtek oda megint egy kockát. És megint, most tényleg meg, ha megint meg fogom próbálni azt, amiről tudom, hogy nem működik. Pedig nem pont alatta van, tehát... Hát ha... Nem, mert ellök, csak ne lök le. De! Lol. Jó, és akkor ezt. Ez az. Jó, akkor most a következő van. Megint ez kell. Elforgatjuk. Átadjuk. Lemászunk róla. És jön a taszítás. Úgy. És így. És ez pedig fölemeli azt ott. És most nekem oda kéne mennem. Akkor ez megint a következő lesz. Ezt átállítjuk, ezt elforgatjuk, oda kell menni egy kocka. Megint föl kell oda másznom. Ügyesen. Nem jó. Miért nem tudok? Levegőben elforgatni a mágnest? Hát... Félek, hogy akkor mellé kapcsítok. Előbb is összejött, megint van. Meg kell tudjam csinálni. Megvan, oldalról lépek rá. Így. És most. Taszítás. Tarám! Gyerekek, meg is van. Nagyon király. Na jó, gyerekek, akkor ettől a ponttól fogom legközelebb folytatni. Volt is egy mentés balfelé sarokba. Úgyhogy innen fogom folytatni a következő alkalommal, és akkor jegyezzük meg, tehát én akkor most próbálom magamnak memorizálni, hogy akkor megvolt az, és az ott lent. Ugye? Ez volt meg, az is megvolt, ez a három megvolt. Ugye ez a három volt meg. Jó, mindegy, megnézzük, hogy mi következik, az fog következni. Ha kell, akkor majd még a live-ot is visszanézem majd, mármint a végét, hogy tudjam a következő alkalom, hogy oda kell mennünk. Tehát ott jövök, és akkor ott. Jó. És akkor onnan. Na jó, akkor a következő alkalommal innen fogom folytatni, mint mondtam. Most lesz egy 6,5 perces, plusz egy 3,5 perces szünet, azaz 10 perc. A kettő között lesz egy kis szünet, ami azt jelenti, hogy egy új eseményként lesz majd a következő live, és akkor a horrort fogom folytatni, a The Beast Inside-ot. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog alakulni a kis történet, de ezt majd akkor ott megbeszéljük. Nagyon srácok, akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, még egyszer, és akkor ott találkozunk hamarosan. Sziasztok!